20 táblás szimultánra várnak a Siklósi várban a jelentkezők. Jeszenszky Józseffel szeretnék összemérni tudásukat, aki játszott már 40-50 táblás szimultánokat is. Stábunknak elárulta, hogy rekord kísérletre készül. Nem hivatalos az info, de vannak Guinness rekord vágyálmaim. Most már vannak, akik így kezdtek fölkarolni így ezzel kapcsolatban. Hát ez a 610 tábla. Közben itt van a kisfiam is, és gyakorlatilag hát ez a 610 tábla, ez egy nagy csarnokban lenne, valószínűleg Budapesten, hát ez lenne az álmom igazából megcsinálni. Az 50 táblás szimultán 8 óra aktív sakkozást jelentett, így elképzelhető, hogy micsoda szellemi igénybevétel lesz majd a 610 tábla, amire másfél-két év múlva kerülhet sor. De ne szaladjunk ennyire előre, vasárnap az 50 éves sakkört köszöntötték Siklóson, ahol elismerő oklevelet is átadtak. Elég hamar arra szintre kerültem, hogy a siklósi sakkcsapatba bekerültem. A siklósi sakkcsapatban hosszú éveken keresztül, ugye, tehát 30 éven keresztül valószínű, hogy majdnem minden meccsén szerepeltem. Az önkormányzat a jövőben is ott lesz a sakkör támogatói között, mondta az ünnepségen a város polgármestere. A Siklós város önkormányzata nyilván háttere és támogatója lesz a következő évek fejlesztési elképzeléseinek. Azt gondolom, hogy a bázis adott, hiszen azok a nagy öregek, akik itt vannak közöttünk, át tudják örökíteni a tudást, és hála jó Istennek az utánpótlás nevelésben is élen jár az Egyesület, és vannak olyan fiatalok, akik feltörekvő generációt képviselve nagyon komoly szakmai eredményeket érnek el, nyilván öregvítve ezzel városunk hírnevét is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mai nap egy valódi ünnep a siklósi sakk életében. Szó volt az 50 éves évfordulón egy magánkezdeményezésről is. Sakkmúzeumot létesítenének Siklóson. Az önkormányzat ebben is partner lesz, derült ki vasárnap. Az ünnepi torta felvágása és elfogyasztása után végül szimultánnal ünnepeltek a sakk szerelmesei a siklósi várban.